Falakat festenek, tapétáznak a Pécsi Pollák Mihály Technikum tanműhelyében hétfő délelőtt. Gyakorlati vizsgát tartottak itt a megye festő tapétázó mesterjelöltjeinek. Magánvállalkozó vagyok, a későbbiekben lesz, szeretnék tanulókat is foglalkoztatni, meg hát elég fiatal vagyok ahhoz, hogy a későbbiekben esetleg egy érettségűvel is tanár lehessek, vagy valami, mert én szeretnék diákokkal későbbiekben foglalkozni. Mondja az egyik mesterjelölt. A jogszabály szerint csak mesteroklevéllel rendelkező szakember végezhet gyakorlati oktatást. Ezért is jelentkeztek többen a mesterképzésre. Itt az új technológiák mellett lehetőség van a hagyományos ismeretek elmélyítésére, mondja a felkészítő tanár. Változnak a trendek és változnak a kihívások, de a mestervizsga egy picikét a tradíciókat helyezi előtérbe. Tehát az mellett, hogy régi tradicionális technikákat mutatnak be, gondolva itt a különböző plastikus festésekre, márványfestésekre, aranydíszítésekre, természetesen megjelennek az új anyagok. Ezek a főleg a vizsgaremekek munkáiban mutathatják be, amikor különleges díszítési produktumokat alkotnak. A vizsgabizottság elnöke elégedett volt a jelöltek felkészültségével, bemutatott munkájával. Szeretném a kamarának megköszönni ezt a kiemelt vizsgafelkészítés lehetőséget. Nagyon színvonalas vizsga munkák készültek eddig, ahogy körbenéztünk itt a bizottsági kollégákkal. Nagyon szépen haladnak a fiúk, dolgoznak. Köszönetet szeretnék mondani a felkészítő tanárnak. Ez őnek is az érdeme is gyakorlatilag. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében tartották a mestervizsgatanfolyamot, majd a vizsgát. A jelentkezők a szakmai ismeretek mellett pedagógiából, illetve gazdasági ismeretekből is számot adtak tudásukról. Baranya megyéből most 8-an vettek részt a festők mesterkurzusán.